Minden december 24-én van a falu karácsony a Budajenőn, ahol már 3 éve nem, de addig minden évben a székely betlemes a főszám. És most várjuk, hogy telkiből átjöjjenek a szereplők egy része, itt van, mert azok budajenőiek, és itt együtt megnézzük a székely betlemest, akkor van forralbor, tea, sült gesztenye, és itt egy-két órát elbeszélgetünk ilyen szenteste előtti késő délutánon. A rendező az Maronisné Dávid Anna, és meg itt helyiek, alapvetően székelyek inkább, mert ugye székely betlemesről van szó, de vannak már újonnan beköltözött is, például a király az egy újonnan beköltözött személy lesz, úgyhogy szeretném, hogyha most már visszajön az a hangulat, mint ezelőtt 3-4 évvel volt. Igényli a település az ilyen és hasonló rendezvényeket? Hát természetes, hogy igényli, csak ugye a Covid után egyre nehezebben pörgünk fel. Hát egyes népi együttesek most még pihengetnek. Ez a székely betlemest most élesztjük föl, és nagyon örültem, hogy olyan ismerős arcokat láttam itt a szereplők között a próbákon, akik eddig is szerepeltek és hozzájárultak ehhez a színvonalas rendezvény. Egyébként ezt a rendezvényt már Debrecenben, Pécsen, a Nemzeti Színházban is előadták, tehát Csanádpalotán, tehát ez egy elég neves és színvonalas rendezvény, és reméljük most is. Jó estét, uraim! Meg ne ijedjene! Így gyenge vitéztől semmit se féljenek, és óráig való helyet, ha engednek, míg Jézus példájáról valamit hirdetnek. Jöjjenek be, szívesen látjuk a kis Jézust. Időd mindeneket, válságul hívatnak, az Augustus könyvéből szám szerint íratnak. Szírnere Jós küldeti Betlehem városba, hogy az egész tartomány venni egy csomába. Elindul a József is a Szűz Máriával, Istennek szállásító. Eden úri háznál
mi sokat nem késnénk, mint hogy a gazdána terhére nem lennénk, míg lent Krisztus születéséről valamit hirdetnénk. Dicsértessék Krisztus a magos egekbe, kinek Júdiából terjedt el nagy híre, mivel hogy született világ mentségére, a három szent király ő tiszteletére. Napkeletről jönnek, ajándékot hoznak, tömjént és mirhát, ők azzal aranyat, hogy bemutassák azt az egek urának, az emberi nemzet ő megváltójának, ki leszen mentsége mennyben e világnak. Ezen úri ház is már részesítették, Krisztus érdemiből nagy részeletették, proféták mondása abba teljesedik, József és Mária itten megjelenik. Kedves házigazda, bocsáss be házadba, mert hideg sanyargat a város útjából. A Szűz Máriával vagyok így nagy kínba, született Jézus a farmok jászolyából. Ered jó szolgám, tekints az ajtóra! Nézd meg, ki kiabálottan oly fagyos módjára! Hallod-e, barátom? Mondd meg, honnan jöttél? Ajtómon zörgetni, így bátran hogy mentél? Felséges királyon tudni akarja, honnan jöttél ez városba? Látom, ellene felgerjedt a tagadja. Tiberius császár, parancsolatára, jöttünk Názáretből, a beiratásra, szegény idegeneknek, hogyha szállást adna, megfizetné Jézus, kifekszik jászolyba. Mi dolgom van nekem az idegenekre? Vagy tán ültessem őket asztal főre? Nem bánom, feküdjék csak kinn az utcán a jégre, úgysem adok néki szállást az éjre. Uram, sér Istenem, emi dolog lényem, megáltalkodott szív, ennyire terjedjen az ő megváltóját, hogy meg ne ismérje mennyekből áldását, miképpen remélje. Ered jó szolgám, bocsáss bé az ember, tám valami hírt hoz, hogy megmondja itten. Remény, barátom, ütőzél meg itt. Ember, gondolkozzál meg, nézed sorsát Istenednek. Miben talált helyt magának, égi madara, erdei madara, lamó helyekben szépen nyugosztán, nem félnén semmitől. De az Úr Jézus Szent Anyja, ez nagy roppantott városban, mindenektől gyülekeztetvén szállást nem kapott. Ő mindent uralom, de mégis végtére szállni kényszerítetett egy rongyos fajtából szülni barmók közé. De meg neves, hogy későn is mértünk, mert most hisszük, hogy születtél értünk.
Kezdet Jézusnak dajkája, Atya Istennek leánya, Szent Léleknek matkája, Szűzen szültet szent fiadót, Sérelem nélkül magzatodót, Kit az angyal által adott, Szent Lélektől fogantatott. Hú, melyiken szánjuk, védkeinket bánjuk, Szívünkben szállás nem adván, új királyunknak. Kisgyermek Jézusnak, szép Szűz Máriának, újjaj szánjuk és felettén bánjuk. Azért leborulva, méltóképpen áldva, szent nevedet Jézus minden órán. Szent nevedet Jézus minden órán. Jöjj el Jézus, jöjj el, szívből kérünk, jöjj el, szívünkre befogadván, készen vár lelkünk. Fogadj békebletbe, hadd jussunk elődbe, mindenkor szent nevedet kiáltván, szent, 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 szent. Mindenkor szent nevedet kiáltván, szent, 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 szent. Százszor meg ezerszer, áldja minden ember, szent nevedet Jézus minden órán. Szent nevedet Jézus minden órán. Azért leborulva, méltóképpen állva, szent nevedet Jézus minden órán. Szent nevedet Jézus minden órán. Jöjj el Jézus, jöjj el, szívből kérünk, jöjj el, szívünkbe befogadván, készen vár lelkünk. Fogadj békebletbe, hadd jussunk elődbe, mindenkor szent nevedet kiáltván, szent, 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 szent. Mindenkor szent nevedet kiáltván, szent, 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 szent. Százszor meg ezerszer, áldja minden ember, szent nevedet Jézus minden órán. Szent nevedet Jézus minden órán. Dicsőség mennyben Istennek, békesség földi népeknek, jó akaratú híveknek, kik Istenben örvendeznek. Keljetek fel, ti pásztorok, kik itt juhoknál aludtok. Keljetek fel, meglássátok, térden állva imádjátok. Én nyugodalmamban mind a csodát várt én, az Isten angyala nékem bekerült. Gyermek született Jászúrban, világ váltságára. Nem hiszem azt te! Csak a kakaskuka részből a kürtőben a nyás. Én akkor arról nem is álmélkodom, tezerfejem kutokban, sonnál tovább. Hallod, öreg, mit hallottam? Jézus született, angyal jelentett meg így. Ne vegyük léfára dolgait, hisz nem tudjuk titkai. Nos, a jó fertáni, keljünk fel, hát gyorsan. Lássuk meg a csodát, mi légyen szorgosan. Tiszteljük az urat, mi is hát vígan, vigyünk ajándékot elejébe bátran. Pásztorok, keljünk fel,
hamar induljunk el. Betlehem városába, rongyos és tálocskába, siessünk, ne késünk, hogy még ezen éjjel oda ehessünk. Mi úrunknak tiszteletet tehessünk, Betlehembe, Betlehembe. Hé, hey, öreg, gyere, menjünk Jézushoz! Mennek, de nincs erő. Van itt erő! Vegyük le a botot, fogjuk meg a fedit! Add ide, öreg, a kezedet! Fogjátok meg jól a fedit, mert ha még egyszer visszaesik a fedet, jó, menjünk Jézus! Hadd vérdok! Módatlan pásztorok! Ti úgy jöztök, nem is köszönjük! Várkapuban szintén megütköztek? Hát nem tudjátok, én vagyok Heródes király, első kalapta. Majd adok én nektek egy néhány kardlapot. Nekünk is a kalapotuk! Menjünk el hát, és siessünk, lássuk, mi történik élünk. Meglátunk ott, királyunk ott, tiszteljük, mint új urunkot. Vigyünk néki ajándékot, a jobbából a bárányokot. Azt kinékünk méltóztatott, jelenteni így dolgot, jelenteni így dolgot. Serkentve fiam, pásztorok eljöttek, hívszert angyali csóhoz, hozzájad küldődöttek, hozzájad küldődöttek. Üdvözlégy Jézus, pásztorok pásztora, mennek és a földnek, Teremtő Szent Úra, Teremtő Szent Úra. Ha nem utálsz meg, beszolgáid vagyunk, és mi azért jöttünk, hogy téged imádjunk, hogy téged imádjunk. Mária kegyes, te gyerek érettünk, hogy mi a világon, boldogul kimújjunk, boldogul kimújjunk. Hát ezt érdemlette, menj, föld teremtője, de lopantott a városba, szállás, nem adatott. Mégis szállni kényszerítettek, de gondolok fajtába, szűri barbok játójába. Ó, te vén orgyás, te vén balhatagos, vén bahó! Hát nem látod, mit példa az ezzelő? Alázatosságát azzal jelenti ő, hogy az ördögöt a hatalmától ezzel megfosza ő, te vén süke! Nekünk nem kéne is sokat is tolgálni, hanem ami ajándékot hoztunk, oda kéne adni. Jól tudjátok, a bárányoknak a jobbából, a sajtoknak a nagyjából megírják. Nagy örömmel adjuk a kis Jézusnak, amit hoztunk a vésünkre. Én adom, mert a pásztorok közül a legöregebb vagyok. Az egyik oldalamról a porba, a másikat. Alig porba adom. De az én énes Jézuskának egy jóra sajtot adom. Van vagy hét mázsa, vedd jó néven én édes Jézuska, amit most adhatok, mert tudd Isten, adom én vagy te, de már nagyon öreg vagy. Mivel a pásztorok közt én is öreg vagyok, a jók után egyik időről a másikra alikat szambokhatok, de az én édes Jézuskának egy szép tarka tavalyi bárányt adok. Bárcsak megnyúvadnak ez, mert fiataloknak is kell a hely. Fogadd én tőlem, én édes Jézuskám, amit most adok, mert tudja Isten, adom-e vagy sem, hisz már én is öreg vagyok. Mivel a pásztorok közt én fiatalabb vagyok, egyik hegyről másikra jók után legtöbbet nyargalok. Engem küldenek csapét, vízét, még azt se hagyják, hogy egyet.
kezében. Hát kövér van. De azért az én Jézuskámnak egy jó nagy csupor tejet adott. Azt is lefölöltem. Vedd jó néven édes Jézuskám, amit most adhatok. Mert tudja Isten, hogy még adok-e vagy se, mert a sok futástól én is meghalhatok. Halló, de gazdolom, hogy csináljuk, hogy jó legyen? Van nekem a csőrbe két nagy hó, odaadom a kis Jézusnak a lelkemutó kétét. Köszönöm, pásztorok, jó volt itokok, szent fiamhoz való ajándékitokok. Mivel, hogy az Úr Jézus is szépen köszöntöttük, pásztor társaimban ugranák vagy kettők. Sárdu Ignác, rohámok, múltjába magad a rész barátok. Ők azt mondják, nem bánnák, hát azt tudjuk a családban. Ó, Isten ott a vén emberei, holott úgy megvédőltetett, mindjárt még mozogni se tudtuk. Még ne táncolni akar. Igen, én akarom, hogy kiket akarom. Az Úr Jézus nevét ugyan kiáltjátok. Hopp, hopp, kiáltjátok, és legyőlem. Simozi! Hallod, öreg, a muzsikus jelen van, de annak fizetést nem adtál. Én adom, egy kupon ide se volt. Azt így, mert te öreg. Nem látod, öreg, mit húznak? Hát ki láthatom, ha nem hallom. Korobjászke! Korobjászke! Oda kell én sütem. Köszönöm, s háládom, kik meghallgatának, Jézus példájáért meg nem utálának, miért az Úristen önököt megáldja, sok számos években boldogítsa, s tartsa. E következendő szép új esztendőben áldását terjessze házukra s mindenre, semmi bú ne érje, míg élnek a testbe, s azután vigye bé a boldog életbe. Nekünk pedig, jó urak, kiszállást adának, az Úr Jézus áldását kívánom önökre, mi pedig elmegyünk, vígan maradjanak. Minket immár jó gazda, ha elküldesz utunkra, maradjon, maradjon! Istennek szent áldása, és minden befolyása, házukon, házukon! Így utunkra bocsájtnak, a kis Jézus áldása, békéje, szeretete legyen mindnyájunkkal. Megkínáljuk önöket egy kis mentőt. A pásztorok nem lehendők, megjöttek feleségestől, mert ne jegyenek ezektől, nem esznek meg minden estől. Néném asszony, várj rám, uram, azt hallottunk, hisz jó törte, azt hallottunk, hisz jó törte, kolbász májas, jól sütötte. Kolbász májas, éles húrka, savarodj ég a nyakunkra. A fűtőn van a kuliszka, a gazdasszony cukrozgassa. A gazdasszony cukrozgassa, hogy torkunkból ne sikítsa. Néném asszony, bátyám uram, nünkök elnek, elkesse meg. Áldott békés karácsony kívánunk mindenkinek! Boldog.